fontos leszögeznem, hogy sem vírussalagó, sem pedig oltás ellenesek nem vagyunk. Csupán a normalitás képviselve ebben a témában is csak azt szeretnénk foganatosítani. Az elmúlt bő egy évben sok mindenen mentünk keresztül, láthattuk a semmiből berobbanó, furcsán és kiszámíthatatlanul viselkedő vírus veszélyességét, de ugyanakkor az ellene hozott intézkedések és korlátozások sokszori észszerűtlenségét és értelmetlenségét is. A szinte világviszonylatban egy forgatókönyv alapján hozott döntések térdre kényszerítették a világgazdaságot és a társadalmat is. Így van ez hazánkban is, ahol ezért egyedül a Mi Hazánk mozgalom emelte fel szavát, míg az oltáslobbista Fidesz és a csapongó baloldali horrorkoalíció pusztán egymást igyekeztek túlszárnyalni és publicitálni az étrend észszerűtlenségek csatájában. A magyar vállalkozókért, a magyar gazdaságért, a magyar emberek mindennapiért egyedül a Mi Hazánk mozgalom emelte fel a szavát, vagy vonult utcára, ha a helyzet ezt követelte meg. És nagyjából így van ez az oltás tekintve is, hiszen a kormány szerint lassan csak a beoltott a jó állampolgár, míg a baloldal egyes képviselői pusztán a kormány ellenetét és állásfoglalás véget kritizálják mind a vakcina beszerzést, mind pedig az oltási forgatókönyvet. Ezzel szemben mi senkit nem szeretnénk meggyőzni saját magunk igazából, pusztán azt szeretnénk elérni, hogy mindenki felelős döntést tudjon hozni a saját egészségének megőrzése érdekében, legyen az a döntés az oltás felvétele, vagy akár az oltás elutasítása. Az oltás egy lehetőség legyen, ne pedig az egyedüli lehetőségként legyen rákényszerítve az emberekre, akiknek nagy többsége már nem a vírustól való félelem okán oltakozik, hanem pusztán szabadságának visszaszerzése céljából veszi fel az egyébként nem áhított oltást. Éppen ezért a Mi Hazánk követeli a kormánytól, hogy ne tegyen különbséget állampolgár és állampolgár között, ne tegyen különbséget oltott és oltatlan között, ne kényszerítéssel és zsarolással, hanem a lehetőség biztosításával igyekezzék az élet régi kerékvágásra történő visszaállítására. A vakcináknál olcsóbb tesztek segítségével is biztosítsa állampolgárai számára a járványügyi kockázatok figyelembevételével a szabad élethez való jogot. Tömegrendezvények esetében biztosítsa a helyszínen elvégzendő antigéntesztek elvégzését, még a védettség igazolvány egyenértékű megszerzéséhez pedig tegye ingyenessé és tömegessé az antitest tesztek lefolytatását. Aki nem szeretné beoltatni magát egészségi állapota miatt, vagy akár meggyőződése véget, annak is legyen az oltáshoz hasonlóan ingyenes lehetősége a védettség igazolvány megszerzésére. Ez lehetőséget és szabadságot adna több tízezer vagy százezer olyan magyar ember számára, aki már átesett a víruson, csak ezt nem tudja bizonyítani. A teszt és a vakcina árának összehasonlításából kapott eredmény alapján pedig már jól látszik, hogy még az állam is jól járna ezzel a megoldással. A megtörni látszó oltakozási kedv ellenére is tömegek teljes szabadságát lehetne visszaadni ezzel az intézkedéssel, mert mind a pattanásig feszült közhangulat, mind pedig a letagózott gazdaság részére elengedhetetlenül fontos lenne. Pártunk a kényszeredettség helyett mindig az észszerűséget tartja előrébb, és a társadalom megosztása helyett a kialakult barázdák elsimításában munkálkodik, hogy egyetlen magyar se érezhesse hátrányban magát azért, mert az oltatlanok vagy akár az oltottak táborához tartozik. A Mi Hazánk sem most, sem pedig máskor nem fog asszisztálni a megbélyegzéshez, szabad döntés és szabad életjogát tartja fenn mindenki számára. Köszönöm szépen a figyelmet!